Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás december 9-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ezen a képen láthatunk egy fiatal fiút, a kezében van ez az arany kehely, ami az érzelmekre utal. Őt ez foglalkoztatja jelen pillanatban. Ennek a fiatal fiúnak is van egy jelentése. Mutatja az időt, hogy a következő napokban, hetekben kimutatja az érzelmeit. Ez a fiatal fiú jelenti azt, hogy kis lépéseket tesz. Ez a terve. De kicsi lépésekkel is elérhetőek a célok. Az fontos, hogy itt lássuk azt, hogy ő nyitott lesz egy párkapcsolatra, ő nyitott lesz arra, hogy érzelmekkel közeledjen hozzátok. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, ezt mutatja a következő kártya. Ó, nagyon viharosak az érzelmei, és ő nagyon türelmetlen. Ez a kép mást mutat, mint ami az ő gondolata. Az esze azt mondja neki, hogy légy nyitott, de kicsit türelmes. Az érzelmei, siessd el a dolgokat. Hogy mit tesz, azt mutatja a harmadik kártya. Ezen a képen látható a sorsok kereke, és az mozog mindig abba az irányba, ahova mi tekintünk. Az egyetlen, ami fékezi ezt a mozgást, azok a félelmek. Itt nem látható az, hogy nála most félelmek vannak, hanem ő bízik a sorsban. Lehet, hogy ezt rábízza az isteni hatalomra, és bízik abban, hogy a sorsotok jóra fog fordulni, de ő elvárja azt is, hogy legyen kettőtök között egy sorsdöntő lépés, vagy döntések, vagy változások. A középső kép mutatja a napi energiát, ez egy lelki üzenet. Sétálj át ezen a hídon, hogy szerencséd legyen, mert ez a híd téged a szerencséhez vezet. Ez a híd kivezet téged azokból az érzelmekből, ami téged eddig nyomasztott vagy fogva tartott. És ez volt a lelki üzenet, de nekem is van egy üzenetem. A Facebookon van két oldalam, Dendera Medici vagy Dendera Susanna Medici. Az utóbbi oldalon, tehát Dendera Susanna Medici oldalon naponta leírom a maja naptár szerint, hogy mi a napi energia. Azt is, mikor kezdődik egy új hullám, vagy rezgés, vagy mikor nyílnak az égi kapuk a plejádok fele, és a mai napon van egy meglepetés. Én feltettem a kérdést, hogy mit érez ő irántad, és a válasz ott van a Facebook oldalamon. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!